Korábban irodaként működő helyiségek kerültek átalakításra és modernizálásra az Arany János Gimnázium és Technikumban. Ezáltal adva teret egy fiatalos ételosztó klub helyiségnek, ahol a tanulók modern, fiatalos környezetben vehetik át és fogyaszthatják el az ebédjüket szeptembertől. Az ételosztó klub helyiség megnyitó ünnepsége szűk körben zajlott. A résztvevők között volt Pap Gábor, kancellár, Pejné Barta Irén, a Berettyóújfalu szakképzési centrum főigazgatója, Mihuc Sándorné az intézmény igazgatója, valamint Bónác János alpolgármester is, aki köszöntőjében hangsúlyozta, nagyon fontos, hogy a diákok egészséges, minőségi ételeket fogyasszanak. Ulicsné Erdős Erzsébet, a köszi vezetője pedig köszöntőbeszédében azt emelte ki, továbbra is azért fognak munkálkodni, hogy minél több tanuló vegye igénybe a szolgáltatást. Nagyon örülünk, hogy átadhatjuk ezt a helyiséget a diákoknak. Először is köszönjük a VSC és az Arany János Gimnázium együttműködését. Nagyon sok éves, hosszú távú kapcsolatunk van, nagyon jól működik ez a kapcsolat. Kezdődött többek között azzal, hogy sikerült itt egy 20 perces ebédidőt kialakítani a diákok részére, most pedig sikerült ezt az ételosztó klub helyiséget megvalósítani, ahol a gyermekek, a diákok nagyon jó körülmények között fiatalos környezetben tudják átvenni és elfogyasztani az ebédet. Úgyhogy ezután is köszönjük az együttműködést. A köszi munkatársai az életkor elvárásainak és az előírásoknak megfelelő, minden nap friss nyersanyagból előállított, változatos ételekkel készülnek a diákoknak, és azok a tanulók sem kell lemondjanak az iskolai étkezésről, akiknek valamilyen okból diétás étkezésre kellett váltaniuk, hiszen a város önkormányzatának döntése alapján a diétás étkezést igénylő diákok térítési díja megegyezik a normál étkezés térítési díjával. A kedvezmények ingyenes étkezésre jogosult az, aki nevelésmentes vagy utógondozói ellátásban részesül. 50%-os kedvezményt vehet az igénybe, akinek három vagy több gyermekes családban él, vagy tartósan beteg, vagy fogyatékos, vagy pedig a gyermekvédelmi kedvezményben részesül. A diákok számára az ebéd az 830 forintba került. Fontos hangsúlyozni, hogy a jogszabályok alapján a szülők, törvényes képviselők csak a nyersanyag árát, illetve az áfát fizetik az étkezését. Akciókkal is készülünk az idei tanévben. Itt az Arany János Gimnázium számára lehetővé tesszük azt a tanulók számára, illetve az itt étkező pedagógusok számára, hogy a jövő héttől kezdően B-menüt is választhassanak. A B-menü az minden héten, egy héten ugyanaz lesz, viszont a hét minden napján természetesen frissen készül. A levese az ugyanaz lesz, mint az A-menü levese. A B-menüt pedig előre adminisztráljuk, hogy ki szeretné ezt igénybe venni. Bízunk benne, hogy ez arra ösztönzi a diákokat, hogy igénybe vegyék ezt a szolgáltatást. A néhány százezer forintból modernizált helyiség az intézményben tanuló diákok, Tar Boglárka Nóra, Hun Boglárka Zita, Buci Bianka, Dienes Béla, valamint a köszi dolgozói keze munkájával nyerte el egyedi, hangulatos formáját. A csapat munkáját Tarné Török Ilona intézményvezető helyettes koordinálta. A megnyitó egy kis megvendégeléssel zárult, ahol tulajdonképpen fel is avatták az új ételosztó klub helyiség, hiszen a köszi munkatársai bolonyai spagettivel, pogácsával és üdítővel kedveskedtek a résztvevőknek.